A Mikszáth Kálmán utca 2 lakói többször jelezték képviselőjüknek, hogy a házuk mögötti rézsűről esőzések után a víz a sarat a járdájukra mossa. A terület ilyenkor járhatatlanná vált, ezért az önkormányzat talajeróziógátló munkákat végzett a területen. A körzet újabb jelentős környezetvédelmi beruházása bruttó 1.200.000 forintba került, amit az önkormányzat finanszírozott költségvetéséből. A pénzből 450 négyzetméternyi területen alakították ki újra a rézsűt. A szemetet, a kavicsokat és a régi fedőréteget azt leszették, ehelyett új földet hoztak, majd pedig ezt egy úgynevezett jutahálóval, jutaszövettel lefették, ezeket felerősítették. Ez a szövetet sikerült egyébként pár nappal ezelőtt, a nagy cunami előtt kifeszíteni, és már akkor jól vizsgázott, amint láthatjuk, nem is történt itt a járdán vízlemosódás, ami eddig nagyon jelentős volt, hiszen a rézsűn lefolyó víz az folyamatosan lemosta a földet, és ezért itt a járda szinte járhatatlanná vált. A városgazda munkatársai 682 évelőtt ültettek ki madár- és japánbirsát, téli jázmint és vinkát. Ezeknek a növényeknek a gyökere egy éven belül pókhálószerűen elterjed a felső talajrétegben, megfogva a földet, megakadályozva az eróziót. A lakók elégedettek, a környező társasházak pedig ugyancsak szeretnék a rézsű javítást. Nagyon jó, mert már ráfér pontosan, mert hogy kinézett, nagyon csúnya volt. Nagyon szép lesz most. Kádár Tibor képviselő szerint várható a munkálatok folytatása, a lakókkal tovább egyeztet az igényekről.